Egy újabb tárlat nyílik hamarosan a Józsa András Múzeumban. Az intézmény az idén továbbfejleszti jó kapcsolatát a nyíregyházi Rotary Klubbal. Ennek egyik eredménye a februárban nyíló kiállítás. A múzeum bízik abban, hogy széles réteget fog érdekelni a nem mindennapi tárlat. A tárlatnak a kezdeményezője a nyíregyházi Rotary Klub volt. Vezetőség megkeresett bennünket, szívesen fogadtuk ezt a kiállítást. Ezt kifejezetten vakoknak és gyengén látóknak terveztük ezt a kiállítást, de természetesen a 100%-osan látók is megérzékelhetik azt a világot, amit ők éreznek, amikor meglátják vagy tapinthatják ezt a kiállítást. A kiállítás szervezése hosszú hónapokra nyúlik vissza, közölte a nyíregyházi Rotary Klub jelenlegi elnöke a sajtótájékoztatón. A Rotary Klubnak és a nyíregyházi Józsa András Múzeumnak a kapcsolata nagyon hosszú és nagyon régi. Évente két rendezvényt csinálunk itt ebben a házban. Karácsony előtt egy Mikulás rendezvényt és húsvétkor egy húsvéti nyuszi rendezvényt a gyerekeknek. És ugye a közösen eltöltött idő, beszélgetések hozták ezt a programot, és ez valamikor 2017-kor a tavaszán indult el, amikor Urbán Lajos úr felvette a kapcsolatot a múzeummal, és erről beszélgettek, hogy jó volna csinálni egy ilyen dolgot, mert Urbán úr is készült az ő Rotary évére, a programjára, és valahol ez innen indult el, és ez egy hosszú folyamat, és hál' Istennek most jutottunk el odáig, hogy február 23-án ez a kiállítás meg lesz nyitva. A Rotary Klub a Talentum programjának köszönhetően jutalmazni is fogja azokat a diákokat, akik a kiállításhoz kapcsolódva valamilyen pályamunkát készítenek majd. Egy múzeum számára már csak azért is különleges egy ilyen tárlat, mert az intézményekben általában tilos a kiállított tárgyakhoz hozzányúlni, most viszont kötelező lesz mindent megérinteni. Felajánljuk a lehetőséget mindenkinek, hogy szemtakaróval, vagy anélkül is megtekinthet és megtapogathatja az alkotásokat. Látássérült és látóvezetők is lesznek a kiállításban. Nem lesz elsötétítve maga a terem. Nagyon sok színű lesz a felhozatal az alkotásokból, amatőr és profi művészek tolmácsolásában. De mindenképp lehetőség lesz, mint említettem. Szemtakaróval is felfedezni. 2014-ben már volt egy hasonló kiállításunk, és volt, aki kellemetlenül érezte magát, ha felvette a szemtakarót, ezért itt nem kötelezünk senkit, de ott a lehetőség, hogy ezt meg lehet próbálni. Mint a kiállításnak az alcím, hogy válts nézőpontot, lehetőséget adunk egy más dimenzióból megközelíteni a felfedezést. A kiállításon például Németh Erika szobrász és grafikus művész, Verebélyi Olga szobrász művész és Bori Dóra keramikus művész alkotásait láthatják majd a látogatók. A vakok és gyengén látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte. Az ehhez hasonló tárlatokra nagy az igény a szervezeten belül is, ugyanis a tagok rendszeres múzeumlátogatók. Fontos, hogy a látássérültek életében is megjelenjen a művészet. A tárlat elkészítésében az egyesület is feladatot vállalt. A Pseudo kiállításon futottam össze Hudák Zsolttal és a Teker csoporttal, és akkor felvetődött bennünk, hogy egyszer egyes Lego kockákból Braille-ben rakjunk ki egy idézetet. Ez most megvalósult, közösen alkottuk, hiszen a táblának a végét én és a munkatársaim is segítettünk kirakni, illetve korrektúráztuk a Braille feliratot. Most az, hogy Braille feliratot készítünk Legóból, ez egy picit nehezíti majd az olvasást annak, aki Braille írással tud, de valahol egy kuriózum is, és megmutatjuk azt, hogy a Braille-t azt másképpen is meg lehet jeleníteni. A Tapintható Világ című kiállítás február 23-ától egészen március 31-ig látogatható majd a Józsa András Múzeumban.